A nagyecsed csapatát az elmúlt években az állandóság jellemezte, Ádámszky Róbert már jó ideje irányítja az együttes, és a játékos keretet tekintve is minimális a mozgás. A bajnoki cím megnyerése után a magasabb osztályt nem vállalta az Ecsed, a megyei első osztály következő szezonjának pedig gyakorlatilag változatlan létszámú és összetételű kerettel vág neki a címvédő. Egy játékos távozott, helyére a Molvidi FC U19-es csapatától érkezett egy korábban Máté Szalkán is játszó futballista. Nem igazolunk agyba főbe, egy ember távozott a Rosser Robert, és most az utolsó pillanatban Papp Csabát tudtuk igazolni a Videóton utánpótlásból. Július 9-én kezdtünk, heti 3-4 edzés és 2 edzőmérkőzésre készülünk. 15-16-an, most már egy 16-an leszünk, az ebbe az osztályban maximálisan elég. Én nem is értem, ahol 20 ember van, hogy ott milyen konkurencia lehet, így én úgy gondolom, hogy kellő versenyhelyzet alakul ki a csapaton belül. A következő szezonban az első 6 hely valamelyikének megszerzését tűzték ki célként Nagyecseden. A legutóbbi felkészülési meccsen Nyíradonyban nyert 5-3 Ádámszky Róbert együttese. A játékos edző sérülése után már elkezdte a tréningeket, így a bajnokságban a pályán is láthatják majd a szurkolók a többszörös gólkirályt. Én még szeretek focizni, tehát én azért csinálom, mert szeretem, nem külön motivációért. Tehát ugyanúgy, mint Ricsi velem van, homma Ricsi, ő is a makeszte, de biztos, hogy ki se tudnám adni, hogyha akarnám sem. A Nagyecsed szombaton a Magyar Kupa megyei selejtezőjének első körében a Nyírgyulajt fogadja, egy héttel később a bajnokság nyitófordulójában pedig Baktalóránt házán lép pályára Ádámszky Róbert együttese.